Na sziasztok, üdvözletem mindenkinek. Ez egy edzősorozatnak a felvezető része, és motiváló jelleggel készül nektek és nekünk egyaránt. És annyit kell róla, amit hirtelen tudni, aki nem tudja, hogy 8 hónapja edzek kb. Most, na, tehát a fele időt itthon edzettem, ugye a jelenlegi körülmények miatt, a másik felét viszont terembe kezdtem el, és mostanra érzem azt, hogy szeretnék át is adni valamit az egészből. Kis motivációt, egy kis tudást, vagy amit így ez idő alatt megtanultam. És ez a kép, tehát ezek a képek most meg a tesztre készültek, mert tényleg azt kell még tudni, hogy az egészségügyi állapotomnak a javítása érdekébe kezdtem el edzeni, az egésszel foglalkozni, és megtetszett a maga a fizikai része és a kinézeti része is, és most egyre jobban érdekel ez a dolga is. És jelentkeztem egy ilyen versenyre, kisebb ilyen versenyre, online jelentkezéssel, ezekkel a képekkel. Nem vettek fel erre most, erre a fordulóra, de majd legközelebb majd, vagy egy másik versenyre összehozom a dolgokat, addig meg még úgyis van hova fejlődni. Ja, és ez nem verseny, viszont magunkhoz képest viszont ugyanakkor egy verseny, meg tényleg mindig magunkkal kell versenyezni, az előző énünkhöz képest is, és amit én elértem, erre már most is büszke vagyok, meg ez már egy csoda, ahonnan elkezdtem ahhoz képest teljesen. Ja, na jó szórakozást a videóhoz, nem is húzom a szót, és az elején lesz egy kis edzésrész a végéből, az edzések végéből, utána meg lesz egy ilyen tömegnövelt forma, mert a megateszt után, a fényképek után, amit beküldtem, utána felhíztam egy 5 kilót, hogy zsírban nagy rész nyilván, hogy majd legyen mit leadni, ha bevesznek, és akkor a fotózáson, hogy majd legyen miből leadni, de hát ja, nem vettek fel, de mindegy, ezen túl is léptem. A lényeg, hogy ja, induljon a videó, és remélem, hogy tetszeni fog nektek.
volt. Azt a kurva, de az érzés, ezt nem szabad csinálni.